Ez életem legkisebb méretű formaterve, ez egy kilincs, és a legelső formaterv másodéves koromban készítettem. Ez pedig a legnagyobb, egy 5000 lóerős villamos mozdony, természetesen csak a makettje. Ez pedig az eredeti, a vasúttörténeti parkban van, köszönhető azoknak, akik szerették és megbecsülték a mozdonyt, ez a prototípus, a teljesítménye 5000 lóerő, és a hossza 10-20 centi hiány 20 méter. Körülbelül olyan 60-70 éve a használati tárgyak, a használati cikkeknek a humanizálása következtében teljesen új műfaj született, ez a formatervezés, vagy ipari formatervezés. Megmondom őszintén, hogy nem magyar megfelelője ez az ipari formatervezés, ez a design szónak valamilyen fajta fordítása, de nem sikeres. Tehát az egész szakmám tulajdonképpen tudomásul veszi, hogy ez a nevünk, de a design szót, az angol szót, azt viszont nem tudjuk tökéletesen magyarítani. Tehát idegen nyelven, főleg angol nyelv területen, hogyha azt mondják, hogy design, akkor pontosan azt értik, amit kell. Magyarországon ez nem egészen így van, de nevezzük designnak, vagy nevezzük ipari formatervezésnek, a lényegét mondom, hogy miről van szó. Minden használati eszköznek van valamilyen funkciója, és a funkciónak két összetevője van, az egyik a racionális, a másik pedig az emocionális. Ha egy akármilyen, mondjuk dilettáns embernek azt mondják, vagy egy kontárnak, hogy csinálj egy kanalat, akkor ő is tulajdonképpen formát alkot. Akár tetszik, akár nem. Más kérdés az, hogy az jó vagy nem jó. De nézzük meg a két összetevőt. Tehát a racionális része az, amit tulajdonképpen műszaki bázisnak nevezünk. Egy kanálnak van egy nyele, és van egy öblös része, amivel merünk. Ez a bázisa. Na most ebből csak egy van. Tehát a műszaki bázis az egyetlen egy dolog. Hogy milyen formát adunk neki, az viszont lehet 10 000. Na most... akinek kiváló az emocionális felkészültsége, van tehetsége, van ezzel kapcsolatos műveltsége, kitűnő emóciókat tud kelteni, akkor az ő általa készített tárgy, hogyha lerakunk belőle 100-at, és megcélzünk egy kis, hogy mondják, egy tesztcsoportot, akkor abból a 100-ból tuti, hogy csak azt a 10-et választja ki, és hogyha a zsűri mondjuk 5-6 főből áll, lehet, hogy az 5-ből 3 kiválasztja a legtökéletesebbet, 2 esetleg eltér. Én hogy lettem formatervező? Először is mániakosan rajzoltam, ameddig vissza tudok emlékezni. Örököltem. Anyám is, apám is jó rajzos volt. Ez már eleve ad valamilyen fajta meghatározottságot. Aztán a másik, hogy rendkívül erős volt a műszaki érdeklődésem, szintén gyerekkoromtól. Mindenféle vasakat gyűjtöttem, és imádtam őket. Sarkadon éltünk. Az én szüleim története, ahogy pályakezdők voltak, az egy döbbenetesen érdekes és az egész országra jellemző, hogy nem volt munka. Az anyám a debreceni Dóciba végzett, tanítónő lett, az apám pedig szintén Debrecenbe, de a református tanítóképzőbe, ott nem ismerték meg egymást, és az anyám úgy tudott elhelyezkedni Sarkadon, hogy ős sarkadiak voltak, az őseim Nagyszalontán és a környéken éltek, az anyai oldalról, az apám pedig szegény, Törökszent Miklóson hát egy bizonyos konfliktus miatt, amit a nagyapám és a református főtiszteletes úr konfliktusa miatt nem, megmondták neki, hogy már pedig a maga fia Törökszent Miklóson nem kap állást. A nagyapámnak volt igaza, a vitában nem megyek be, és hát ugye mit lehet csinálni, nézik a hirdetéseket. És így került Sarkadra, hirdettek egy református kántortanítói állást, és megnyerte. Ott ismerkedtek meg az anyámmal. Hát egy ilyen
annak idején nagyközségnek nevezhető helyen a gyerekkor, az általános iskola az egy egészen különleges dolog. Nem lehet rá negatívumokat mondani, szóval az a megdöbbentő, hogy valami olyan teljes életet tudott adni egy nagyközség vagy egy kisváros, hogy ott az értelmiségiek ismerték egymást, hogy ebbe beletartozott az én kétszülőm, és valamiféle polgári életet élt ez a família, illetve ezek a családok. Ezt is meg kellett élni, de meg kellett élni azt, hogy mi van az utcán, mi van a piacon, volt cukorgyár, volt kendergyár, tehát ez az természetközeliség és a mellette lévő ipar, amit többnyire télen vagy időszakosan mezőgazdasági munkások vagy mezőgazdasággal foglalkozók elvállaltak, ugye, mert az plusz jövedelem. Tehát volt műszaki értelmiség, volt egy csomó szakember, ez egy borzasztó érdekes konglomerátum. És az általános iskola, ahol jártam, az egy csodálatos szecessziós épület, a századfordulón épült, és a legérdekesebb az a WC-je volt. Ebben a szecessziós épületbe betelepítettek angol WC-ket falusi gyerekek részére. Hát amikor én oda kerültem, az már le volt zárva, és miért volt lezárva? Mert a háború után mindenféle nemzetközi kapcsolat megszűnt, és hogyha ott elromlott egy csap, vagy bármi, kicserélhetetlen volt. De nem volt szíve az igazgatónak leszerelni, mert gyönyörű öntött vas az összes szerkezet benne, minden angol gyártmány. Tehát onnan importálták. Mit csináltak? Kint az udvar végén csináltak egy pottyantós klotyót a gyerekeknek 10 darab lukkal. Ugye? Tehát így kezdődött az életünk, és ami nekem nagyon tetszett például az általános iskolában, hogy ugye nagyon megváltozott az élet és a politika és a rendszer és mindenfajta viszonyulás a háború után, és én pontosan abban az időszakban éltem, de a korabeli értelmiségen ez semmit nem változtatott. Tehát jóval később került műsorra az, hogy például az én apám 8 évig volt igazgató, és végül is azért kellett neki mennie, mert nem lépett be a pártba. Hát az kötelező volt. Nem volt ez egy konfliktusos helyzet, csak megmondták neki, hogy... Tehát még családon belül se. Csak az apám megint tanfelügyelő lett, és megint járta a világot, hát a megyei körzetet. Egy szó mint száz, így telt el a 8 évem, rengeteget pecáztunk, rengeteget korcsolyáztunk, nagyon sokat voltunk kint a természetbe, mert 500 lépés, és már kint vagy. Soha nem irigyeltem a városi gyerekeket. Sarkadon csináltak egy gimnáziumot. Egész egyszerűen az életkedvem elment attól, hogy én most bemenjek, beiratkozok egy humán gimnáziumba, amikor teljesen reál beállítottságú voltam, és az a humán tananyag, amit úgy nagyjából ismertem, az nekem a dögunalom volt. És ugye, mint technikai érdeklődésű ember, és a villamoság érdekelt, tehát nekem olyan felszereléseim voltak már, mit tudom én, 10-12 éves koromban csak, na, az apám minden áron rá akart beszélni, hogy ilyen pragmatista ember lévén, hogy ne kerüljek messze a szülői háztól se, hogy fiam, itt van a cukoripari technikum, itt van Békés Csabán a mélyépítőipari technikum. Szóval minden ilyesmit keresett, és mondtam, nem, villamosipari. Ismeretség, keresés, és megtalálja a Bláthy Ottó erős áramú ipari technikumot. Jelentkeztem, felvettem, de hogy milyen volt az a 4 év kollégiumi épület, ezután a természetben lévő városka után, egy alaksori pincébe 30-an laktunk egy szobába, a kollégium élet, a kollégiumi szigor, a teljes napra való kitöltöttség, tehát az, hogy reggel fölkelsz 6-kor, 7 órakor mész, megiszod az ócska tejádat, 1 óra hossza villamosozás, 5-ször kellett átszállni, míg Újpesten volt a technikum, és onnan át kellett menni Óbudába, a Bláthy technikumba. Szóval az egy akkora terhelés és egy olyan sivárság, hogy az valami egészen példanélküli, ahol jól érezte magát az ember, az maga az iskola.
de utána megint közlekedni, megint kollégium, és ugye kettőkor vége van a tanításnak, háromkor otthon vagyunk a kollégiumban, 3-tól 6-ig úgy hívták, hogy szilencium. Kötelező tanulás, nem mászkálhatsz, nem focizhatsz, nem csinálhatsz semmit, akkor kaptál valami vacak vacsorát, és utána 10 órakor volt villanyoltás, tehát magyarul körülbelül 7-8-tól 10-ig volt szabadidőnk, amikor pingpongoztunk, fociztunk, tornáztunk, stb. Eljött az idő, hogy jelentkezni kell az egyetemre. Egy szó mint száz, a kezembe került egy pici fehér tecske, osztogatták a suriba, és lapozom, hogy milyen egyetemek vannak, hova lehet jelentkezni. És van egy ilyen, hogy ipari formatervező szak, Magyar Iparművészeti Főiskola, van rajta egy leírás, az ős professzorunk, a Dózsa Farkas éppen manipulál valakivel, tehát formákat nézegetnek, és leírják, hogy miről van szó. Na most én, aki a technikumban végigrajzoltam, és a tanáraim gyűjtötték a karikatúráimat saját magukról, azt szerették legjobban, valami olyan ilyen villámcsapásszerű érzés azért, az nem semmi, hogy oda megyek az osztályfőnökhöz, visszakérem a felvételi jelentkezést, és csak és kizárólag ide jelentkeztem. Mondjuk úgy, hogy milyen az ideális művészeti egyetem? Hát ez egy olyan rendkívül összetett kérdés, hogy hirtelen nem tudom elválasztani, hogy főiskola, diákélet, diákság, 1960-1966, és keverem az ott eltöltött 25 év tanári szolgálatot, illetve mondjuk az utolsó 10 évet. Rettenetes különbség. Képtelen vagyok belenyugodni abba, hogy a 60-as évekhez képest az iparművészeti műfajok, beleértve ez az ipari formatervezés, ez akkor kőkeményen illeszkedett az egészbe, sokkal jobban, mint később, egységes volt az egész. A legfontosabb tantárgy volt a rajz és a mintázás. Tehát a plasztikai képesség és a rajzi képesség magas óraszámba. Mi meglehetősen magas szinten, nem akarok nagyképű lenni, tehát jó szinten csináltuk kiváló tanárokkal. De a humán tárgyakat hozzáveszem, volt zenetörténet, irodalomtörténet, magas szinten művészettörténet. Hinz Gyula volt a rektor, aztán a Pogány Figyes volt a rektor. Hát könyörgöm, ezek mekkora személyiségek voltak. Óriási. És az, hogy meg tudtak határozni egy intézményt, szemléletet tudtak adni. Na, és különbözem a tervezést. Mert ugye hát végül is az a legfontosabb. Azért vettem külön, mert a humán műveltség volt mindennek az alapja. És ebbe beleértem a rajzot és a mintázást is, mert ugye hát az emócióközlés, ott nincs pardon. Ezt a fajta szemléletet kellett belevinni abba a tárgyi világba, amivel érdemben foglalkoztunk. Ugye egyszerű tárgyakat csináltunk az elején, például ilyen, hogy természet megismerése. Mondjuk adva van egy szarvasbogár. Mit tudsz csinálni a szarvasbogárral, hogy az egy elvont forma legyen? Én például csigát kaptam annak idején, egy éti csigát, és rájöttem, hogy mi a lényege. Az a kiinduló pont, ahonnan a csiga elkezd nőni, és abból csak egy héjat csináltam meg, és egy fantasztikus lendület jött ki belőle. Tehát magyarul természetismeret, és abban az időben nagyon-nagyon hangsúlyozták a formatervezésben az organikus formákat. Hát ma az már retro, ugye, amit abban az időben csináltunk, de szívvel, lélekkel csináltuk, egy kicsit túlformált volt minden. A mai világban ez sokkal racionálisabb, vagy extravagánsabb. Tehát a mai világban a szélsőséges hülyeség és a borzasztó egyszerű, de radikálisan egyszerű, szép egymás mellett él. A tervezés oktatás szisztematikája az volt, hogy az egyszerűtől az összetettebbé. És a diplomamunkára már általában komoly feladatokat kaptunk. Ma én láttam a mai világban, hát már nyugdíjban vagyok 2 éve, már nem tanítok. Diplomázni lehetett például egy olyan tárgyból, ami mondjuk
két 20 forintos nagyságú flek középen össze van kötve, ezt így föl lehetett tenni valahova a testre, és valami szenzorral lehetett működtetni, hogy ha valaki nem beszédes, és tetszik neki a villamoson egy nő, akkor az pirosra vagy sárgára változott. És ez egy diplomamunka volt. És az áhítat, hogy ez fantasztikus. Na most én impulzív ember lévén nem voltam benne a bizottságban, csak néző voltam, és fölúrottam, és elkezdtem kiabálni, hogy na de könyörgöm, hát százszor elmondtuk, hogy egy diplomamunkának tükröznie kell azt az 5 éves tudást, amit az illető összeszedett. Hát ez tükrözi? Néma csend, és valaki megszólal a bizottságban, hogy hát egész jó ez. Hát ez így változik a világ. Na most ez a 60-as években elképzelhetetlen volt. Na most gondoljunk csak még egyszer, hogy a mai világ nagyon-nagyon sok mindenben tanácstalan, ami egészen más volt a 60-as években. Most lehet azt mondani, hogy pofázik az öreg ember, meg nosztalgiázik, de gondoljuk el, milyen volt az irodalom, milyen volt a francia film, kik voltak akkor a világon a legnagyobb költők. Ma, ha költészetről van szó, akkor becsukja az ember a szemét, vagy a legtöbb ember. Ugye hát a Truffaut filmek mindent meghatároztak. Az egyetemi színpad tele volt egyetemistával minden egyetemről. Tehát érdekelte őket a világérzés. Hát szóval az egy felívelő szakasz volt. Aztán arról most nem beszélek, hogy miért torpant meg, és én szerintem most egy kicsit kaotikus. Hát a diplomamunkám története az egy olyan megrázó és meghatározó dolog, hogy tényleg a mai napig tátom a számot, hogy mekkora mázlim volt azzal. Lényeg az, hogy a tanszékvezetőnk osztotta ki, hogy kinek mi legyen a diplomamunkája, természetesen volt szabad választás is. Ez olyan korán jött, hogy őszintén szólva nem is gondolkoztam, hogy mi legyen a diplomamunkám. Mondtam, hogy tanár úr, én még nem tudom. És akkor vakargatta az öreg a fejét, és azt mondta, hogy a nyáron voltam művésztelepen Esztergomba. Megismerkedtem ott egy gyárigazgatóval. És nagyon érdeklődő, művészetkedvelő ember zománccal foglalkozik otthon, hobbiból. Mondom, tanár úr, és? Hát kicsit nyegle megjegyzés volt, azt mondja, hogy na, szóval ő mondta azt, hogy van nálunk egy rettenetes készülék, egy kezelhetetlen, de működőképes valami, rendbe kellene tenni. Magára gondoltam. Magának való, hát ismert engem a Dózsa, hogy körülbelül mi érdekel. Lényeg az, hogy fölhívtam a gyárigazgatót, kimentem Esztergomba, halálra rémültem, mert akkor az igazgatói szoba, ugye, hát az valami döbbenetes, magas hely volt. 2 méter magas, 1,5 méter széles ember, nem kövér, hanem nagy darab. És borzasztó barátságos mindemellett. Elmondtam, hogy miért jövök, ja, előtte fölhívtam telefonon. Igen, kedves fiatalember, itt van, nézze meg, de ez nem egyszerű dolog ám. Az elektronika falogra csak annyit, hogy Magyarországon ennek nem volt gyártása, a Szovjetunióból áttették ide. Ugye akkor profilozták az iparokat, elosztották, hogy mit gyárt Bulgária, mit ez, mit az. Kiosztották. Ez az elektronikus mérőkészülékek gyárának a gyáregysége volt ez az esztergomi gyár. A mai is ott van romokban a bazilika mellett, illetve nem tudják eladni. Először is nézzük meg, mi is az az elektroenkefalográf. Az egy olyan agyvizsgáló, úgynevezett non-invazív berendezés, az azt jelenti, hogy nem avatkozok bele a testbe, nem nyúlok bele, hanem csak a felületén teszek méreható vizsgálatokat. Az agynak kívülről is mérhető elektromos impulzusai vannak. Az valami egész döbbenetes, hogy ide egy kis gélt tesznek, és föltesznek rá egy érzékelőt, és azt hihetetlen módon föl lehet erősíteni, nem is tudom, hogy hányszorosára, és pontosan mérhető. Tehát lerajzolható hullámokban olvasható, hogy működik. Na most ennek úgynevezett csatornái is vannak, tehát az azt jelenti, hogy én nem is tudom, hogy 30-valahány elektróda pontot tesznek föl, előre van elkészítve egy ilyen, ma már egy ilyen kis gumiháló, mindennek megvan a helye,
és ezt bevezetik az EEG-be, ezeket a jeleket felerősítik, és ahogy az életfunkciók mennek, ezt folyamatosan regisztrálják, és vonul el egy papír, és tinta az elején, ugye a 60-as, 70-es években, aztán még jóval később is, tehát tinta sugár érzékelő, az érzékelőn, az erősítő által adott jeleket, úgynevezett írómű továbbítja, írja a papírra, és az EEG szakorvos, óriási tapasztalattal kell, hogy rendelkezzen, a legkisebb eltérést is észreveszi, és beszokták jelezni. Na most egy EEG vizsgálat az tarthat 5 percig, tarthat órákon át. Lényeg az, hogy meg tudják pontosan határozni, hogy hol van az a terület, ahol esetleg baj lehet. De a legérdekesebb dolog, amit én tapasztalok, és valami egész hihetetlen, hogy hogy is hívják azt a betegséget? Epilepszia. Az epilepsziát akkor is ki tudják mondani, vagy ki tudják mutatni, ha az illetőnek még soha nem volt rohama. Mint ez az íróasztal, akkora volt akkor egy elektroenkefalográf, és a hozzátartozó készülékek se voltak kisebbek. Öntött alumínium házba volt. Ez azt jelenti, hogy az átlagos falvastagsága 10 mm. Tonnás volt a gép. A műszerek, amit beépítettek ilyen fiókszerűen a tetején, az még úgy tűrhető. És kérdeztem, hogy miért van ez alumínium öntvényben, és azt mondta, hát a Szovjetunióban, hogyha a Novoszibirszkbe elviszik egy tehervonaton az enkefalográfot, meg kellett neki úsznia. Na most ugye Békés Csabától nyugatra azért már nem így működnek a dolgok, olyan készüléket kellett csinálni, ami európai szinten, de minimum KGST szinten helytálló. Megcsináltam. Ott voltak éppen a filozófiámra is rájöttem, hogy változatokat kell tervezni. Egyszerre soha nem találja meg az ember a megoldást, és 8 változatot építettem ki, logikusan megépül az első, az ember félreteszi, nem tudja megszokni. Elkészül a második, a harmadik, és a 8. sikerült egy olyat kihoznom, ami radikálisan szakított mindennel, ami a korábbiakban. Tehát minden negatívumot kiküszöbölt. A réginél nem lehetett látni a beteget, nem lehetett hozzáférni a diagramokat normálisan nézni, ugye nem lehet úgy, hogy így nézem a beteget, aztán gyorsan jelzem, hogy hol van a hiba. Egy szó mint száz megoldottam, és borzasztóan tetszett a megrendelőnek, nagyon jó sikerült a diploma, a védés, és megvették a diplomamunkámat. Az akkor olyan ritkaság volt, hogy csak ma, és kapok a diploma után 2 vagy 3 hónappal egy telefont, hogy nem tudják megvalósítani, ezért és ezért, de részt vennék-e a kifejlesztésébe. Tehát a gondolkodásmódomat érdekes módon ez a műszaki társaság soha formatervezővel nem találkozott, ezt radikálisan újnak és követhetőnek tartotta, de a hozzáállást magát, azt egy mérnök nem tudta, tehát ő nem formából indult ki, hanem a funkcióból. 11 évig volt gyártásban, 400 darabot adtak el belőle 11 év alatt, de most nézzük meg csak, hogy hány EEG labor van egy országban. Nem is minden kórháznak, tehát ez a 400 darab, ez egy hatalmas darabszám. Akkor a sikere volt, hogy Európában minden nagyobb cég lemásolta. Engem az utolsó pillanatig foglalkoztattak, minden egyes EEG-t, az összes generációt velem csináltatták, más készülékeket is, és mindegyik sikeres volt. A végén már ott tartottunk, hogy odaadták az elektronikus elemeket, megmondták, hogy mi a funkció, mit akarnak kezelni. Károlykám, ragd már össze. És akkor megcsináltam a formát. Szabadon, nem csak a formát, a konstrukciót, a szerkezetet, tehát a magyarul a műszaki struktúrát úgy alakítgattam, ahogy az eltűrte. Nemrégen tartottam Sopronba, meghívtak az ottani egyetemre, hogy tartsak előadást a munkásságomról, és láttam a hallgatókon a döbbenetet, amikor bemutattam, hogy milyen volt egy ilyen elektronikus berendezés 1960-ban, 70-ben, vagy 65-ben, 70-ben, az évek is számítanak, és akkor a végén mutattam, hogy gyerekek, így néz ki ez ma. És van egy A4-es méretű felület,
abba be kell dugni azokat a dugókat, ugye, amit a fejről leveszünk, mellette van egy kicsike kis felső agyterületnek a kontúrja, a megfelelő ledek visszajelzik, hogy hol van elektromos kapcsolat, és mellette egy sávba az összes kezelőelem. Most ezt kisebbre nem lehet megcsinálni, mint A4, mert kezelhetetlen lesz, pláne rutinosan. Ugyanolyan, mint hogy hülyeségnek tartom azt a számítógépet, amit karórára raknak, mert golyós tollal, hát mi a francnak? Kínszenvedés. Szóval ez egy ekkora felület, és mögötte az elektronika vastagsága ennyi. Jó műszaki nyelven mutatom az ujjammal, hogy ennyi, az mondjuk 8 centi, 10 centi. A másik érdekesség, hogy engem nem vettek föl elsőre a iparművészeti főiskolára, el kellett, hogy helyezkedjek arra az egy évre. Az osztályfőnököm mindenkinek adott, hát óriási kereslet volt akkor, dübörgött az ipar, és ugye mindenhova technikust, nagyon jók voltak a technikumok, hangsúlyozom. Állítom, hogy most egy mérnök nem tud annyit, mint annak idején egy technikus. Én voltam a fegyvergyárban, a fene tudja még hány helyen, Isten háta mögötti helyeken, és se egyik se tetszett. És akkor egy ilyen csodálatos eset, hogy utoljára bementem a Ganzgyárba, Lövőház utcába. Ó, hát eltelt ott egy pár év, mire megtudtam, hogy mi is az a lövőházai Ganzgyár. Hát ott dolgozott a Déri, a Vláti, a Cipernowski, és a falak lehelték az intelligenciát. Nem tudok mást mondani rá. Ez az épület a mai napig áll, irodák vannak benne, kiadják, de akkor ez a magyar erősáramú ipar fellegvára volt, nincs mese. Olyan kvalitások voltak benne, hogy nem igaz. Az ottani felvételemről csak annyit, hogy bemegyek, bejelentkezem, felvételi vizsgát kellett tenni, és kifogad egy Strommer Sándor nevű főosztályvezető úr fehéring csokornyakkendő. Végignézek a rajztermen, mindenki fehér köpeny, senki nem látszik depressziósnak. Nem látok egy rossz pofát köztük, szóval ez úgy egy felejthetetlen pillanat, hogy végignézek egy ilyen termen, megnézem az arcokat, és atya úristen, hogy itt dolgozhatnék. Kaptam egy egész napot a felvételére, délbe kész voltam vele, behívtak, és azt mondták, fiatalember fel van véve. Na most mi történt? A kettős életemnek a másik oldala, ugyanúgy végig az utolsó pillanatig a Ganzgyárnak is dolgoztam, tehát én soha életemben nem kerestem munkát, a munka keresett meg engem. A Ganzgyárba kezdtem először egy főosztályon, utána a főkonstruktőr közvesztem, beosztottja lettem, és minden osztálynak sok osztály volt, forgógépek, készülékek, járművek, transformátorok, tehát az az erős járműipar teljes mértékben lefette. Gyakorlatilag szinte minden osztálynak dolgoztam, és ezt úgy tudom meghatározni, hogy volt trendteremtő képességem. Tehát rettenetes minőségű és kinézetű nagy villamosgépeket csináltak. Ott kihoztam egy olyan sorozatot, ami építőegység elven lehetett felépíteni, és ez a trendteremtés ez azt jelenti, hogy nem lehetett alakilag, nem lehetett jobban megcsinálni. A mai napig élő, tehát a mai napig működő, működtethető, ha nem vitték volna, vagy nem adták volna a gyárat, mai napig gyártható valami, nem öregszik, és hát ott a legnagyobb munka, amit csináltam, 30 évesen az 5000 lóerős villamosmozdony. Megszenvedtem érte, de szóval a lényeg az, hogy ott is azt kell mondanom, hogy siker volt, mázli. Ezért én például nem dicsekedhetek olyannal, hogy piacon vagy boltba vásárható készülékeket terveztem, mind beruházási termék volt, amiket csináltam. Hát mondjuk egy ilyen erős áramú ipari kategória az mind olyan, hogy beruházási termék. De még erőművet is csináltam. Úgy hívják, hogy csomagtípusú, ez azt jelenti, hogy konténerbe lehetett szállítani, mert nem lehetett másképp elszállítani. Egy évig dolgoztam rajta. Teljes táb volt mögöttem, és elkészült. Tehát azt akarom mondani, hogy ott születtek a nagyméretű termékek, és a Medicorba, és az erős áram. Kis cégeknek is dolgoztam egyébként, de hát a nagytól a kicsiig azt kell mondanom, hogy minden benne van a repertoárban.
ragyogó mérnök kollégáim voltak. Egyébként én mindig jóba voltam a műszakiakkal, nem véletlenül, mert ott volt a technikum, ugye, tehát én nekem a műszaki rajz, mint olyan, gyorsabban tudtam olvasni, mint egy műszaki, mert a műszaki ember az általában logikával nézi végig. Én ránéztem egy rajzra, és 20 másodperc alatt meg tudtam mondani, hogy hol vannak benne hibák. Foglalkoztam vasútbiztosító berendezések tervezésével, illetve vasúti irányítóközpontokkal is. Hát az irányítóközpont tervezés az egy kicsit belsépítészet. A lényege az, hogy a vasúti pályán való mozgást figyelemmel kell tudni kísérni, mozdonyokban rádiók vannak, én még azon is csodálkozom, hogy ezek a döbbenetes nemrégi vasúti katasztrófák hogy történhetnek. Abszolút figyelmetlenségről lehet szó, mert ugye bármilyen vészhelyzetet időben le lehet kommunikálni. A Dombóvár Dispatcher központnál mi volt a feladat lényege? Volt egy dispatcher központ, ott volt egy irányító terem, és az irányító terem egy ilyen hatalmas nagy ívelt falból készült, ahogy mondtam, az első változatnak, első generációsnak nevezhető, hogy mindent ki kellett fúrni, de úgy nézett ki, hogy azon a vidéken változat nem lesz, nem is volt. És ott a legnagyobb probléma az volt, hogy három diszpécser dolgozik. Az egyik Dombóvártól egy bizonyos szakaszig, tehát az elmenőket, a másik pedig az érkezőket, hajszál pontosan nem emlékszem, de lényeg az, hogy két diszpécser tudta áttekinteni a táblát, és középen volt egy vezető diszpécser, ha bárhol valamilyen gáz van, akkor nincs mese, a két diszpécser, a jobb és baloldali, az hátra vonul, illetve engedelmeskedik, és a középen ülő pedig generál, tehát ő az oberhé, ő irányít mindent. Na most előtte volt 4 darab monitor, vagy 5 darab monitor beépítve, a két oldalsónak 1-1 darab monitor beépítve, na most mellettük összetett telefonrendszer, mind a kettő mellett, középen is, középen plusz még volt egy monitor, nem akarom csak a komplikációját, vagy az összetettséget mondani, ehhez kellett csinálnom egy olyan bútorrendszert, ami mobil, de mégis egyetlen egy grup középen. Megszenvedtem érte, de meg lehetett csinálni, méghozzá ebből az úgynevezett laminátos lemezből, amiből a szekrények vannak, fehér, de miután állandóan használják, nem lehet éles, és gyönyörű szépen meg lehetett csinálni, egy kemény fa, kemény fából voltak a szélek megcsinálva, és mobil szerkezete volt, tehát könnyen, egyszerűen lehetett mozgatni. Abba az időben a piacon se nagyon lehetett kapni olyan mobil rendszereket, ami cső, fém, stb. Most már ez divat, és irodákat rendeznek be ilyennel iszonyatos pénzekért. És de legalább randa. Nem lehet belőle szépet csinálni, mert tele van olyan mechanikai elemekkel, hogy rémes. De hát ez is ilyen divat kérdés. És még egy érdekes dolog, hogy a számítógépes tervezés annyira a kezdetén állt, amikor ezt csináltam, de ezt a tervet már számítógéppel csináltam barát segítségével. Ugye, mert az operátor az teljesen külön területté vált. Tehát nagyon sok tervező az változatlanul ceruzával épít. Én ezt is csak akkor használom, amikor ceruzával a lényeg megvan. Tehát ilyen, hogy számítógépen tervezni mindent, én mindig lila hajat kapok tőle, és a hallgatóknak is mondtam, hogy gyerekem, ne a renderinggel kezdjed, mert hajlamuk van rá, hogy rögtön megtervezünk egy autót. Van egy barátom, aki eszembe volt az Eszeni Egyetem formatervező tanszékének volt a vezetője, és tőle tudom, hogy Németországban, ami ugye iparilag fejlett országnak nevezhető, hát szóval nem fogadnak el renderinget. A rendering tájékoztató mindennek kérik a modelljét. Mi még nem tartunk ott, mert hogyha egy megrendelőnek mutat az ember egy csodálatos renderinget, az azonnal tátja a száját, és fogalma sincs, hogy az a valóságban vajon mi lesz. A valóságot mindig a modell mutatja meg. Ennek a mozdonynak a
tervezés története 1971. szeptember 1-jével indult, akkor kaptam meg rá a megbízást, vagy a felkérést, státuszos tervezőként, a GANC gyár tervezőjeként, formatervezőjeként, és 1972. május 6-án fogadta el a megrendelő MÁV a GANC gyár főmérnöki irodájában. Ugye ki lehet számolni, hogy ez hány hónap, szinte minden napjára emlékszem, elképesztő intenzív munka volt. Ugye konzultálnom kellett a vasútosztálynak szinte minden vezető tervezőjével, beosztott tervezőjével, és ugyanígy konzultálnom kellett a mozdonyszekrény kivitelezőjével, a GANC MÁV-aggal, és illetve ott is az illetékes tervezőkkel. Rengeteg kommunikáció, és rengeteg kérdés, és rengeteg manuális munka, illetve tervezői munka, mert 30 éves voltam, és hát ez egy ilyen kritikus kor, én mindig azt szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy 33 év a krisztusi kor, vigyázz magadra. Nem, ma se tudom, hogy pontosan mennyit aludhattam ez alatt az idő alatt. Olyan nevetségesnek tűnik, de hogy hát mozdony nagy darab, kész. De hogy ennek mennyi finom részlete van a nagy dög tömegéhez képest, az valami egészen hihetetlen. És csak hogy a végeredményről mondjak egy pár szót, hogy mi is lett a vége. Tehát egy pár ilyen élményt, hogy először a mérnökök, amikor már kezdett kibontakozni a terv, majd az elejét elmondom, hogy ez hogy indult, de amikor már lehetett látni, hogy mi van, és kezdtem foglalkozni a színtervekkel, akkor azt mondták, hogy mit csinálsz, Kareckám, hűtőkocsit? Mert fehér volt. Hát ugye fehér mozdonyt kilátott. A tervezési munka egyébként ilyen esetben, más esetben is azzal indul, hogy úgy indul, hogy először is az ember kiteszi magából azt, amire gondol, ugye mert van egy filozófiája, és van egy idearendszere, azt leteszi, utána hasonlítja össze a nemzetközi trenddel. Fehér mozdony nem volt 1971-ben Európában. És megvan egyébként az összes létező mozdony, amit kigyűjtöttem, ami példaadó lehet. Az angoloknál volt egy óriási dízelmozdony, amelyiknek egy része fehér volt. Tehát csináltam egy grafit szürke fehér mozdonyt, aminek aztán a vége egy világos kék, sötét kék lett, de trendteremtő. Az egész Európa innentől kezdve, sőt az egész világ, akár meg is tudom mondani, kedvencük, például különösen a japánoknál. Na lényeg az, hogy a hűtőkocsi elkészült, és egy példa csak. A Szolnoki pályaudvaron a prototípust elkezdtem fényképezni. Na most ehhez kell egy ember, az a bizonyos kis zászlós ember, aki lengeti a zászlót, ugye, mert alás fölé kellett menni vele, hát ez egy előírás. Lajos bácsi, legyen szíves, az új mozdonyt irányítsa. Zászló összetekerve, olajos kék ruha, és ez egy ilyen nyugdíj előtt álló bácsi volt. Azt hiszem, hogy a harmadik vagy a negyedik vágányon állt a mozdony, és loholt az öreg, milyen komoly feladatot kapott, és föl akart lépni rá, ugye az első lépcső, és fehér a korlát, illetve a kapaszkodó. Úgy megállt egy pillanatra, és jaj, egy pillanat, várjanak! Visszarohant a három vágányon keresztül a peronra, megmosta a kezét, szép alakosan, visszajött. Szóval ez valami olyan döbbenetes, hogy mindig a Major Máté szövege jött eszembe, hogy az antiszociális környezet antiszociális embereket szül, mondja ezt az épületekre. Ez minden tárgyi objektumra vonatkozik. Ilyet még nem látott az öreg, és spontán kijön belőle, hogy kezet mos. Tehát nehogy az olaj nyomot hagyjon rajta, valami egész hihetetlen. És később mi lett? Úgy hívták a vezetőfülkét, hogy a hifi.
A vezető fülkével legalább annyit dolgoztam, mint az egész szekrénnyel kívülről, ugyanis egy mozdonyvezetőnek az élete bent a fülkébe, nem semmi. Egyszerűen nem volt divat, hogy tisztességes emberi körülményeket csináljanak egy mozdonyba. Szóval a lényeg az, hogy hifinek hívták, mat, fekete volt az egész, de nagyon gondosan megcsinálva mindennek az elérhetősége, a műszere. Hát, ami megmaradt, az nyilván egy kicsit megkapott már, és a külsejére pedig azt mondták, hogy Kyklops először, az újságírók így fantáziáltak, de a mozdonyvezetők úgy hívták, hogy gigant. A fehérségével megjelenést, tehát magyarul ezt kellett megtervezni, a megjelenést. Egy járműrő abszolút nem mindegy, hogy néz ki, és hát ma is fut belőle 50 darab. Jövőbe kellett látni. Bejött. Aztán a történet kicsit elváltozott, de az első két prototípust a mai napig ezt reklámozom, mert azt megtartotta ezt a fekete-fehér képét, hogy aztán a sorozatot monoton kékre festették azért, mert bár a MÁV vezérkar, a korai MÁV vezérkar elfogadta, és nagyon tetszett neki ez a fekete-fehér változat, illetve a grafit-szürke-fehér változat, és kékre festették, mert állítólag 60 tonna kék festék volt raktáron. Na most, hogy mit szúrtak el ezzel, ugye nem, ez nem motorvonat, hogy egybe legyen az egész, meg egyszínű legyen, nem. A mozdony az egy paripa. Bármit lehet mögé rakni, az egy paripa. És nem régen láttam, azt hittem, hogy elájulok, és hogy az enyém, Kínába repülőgép felvételről, ha észlel pontosan ugyanez, hogy egy hosszú szerelvény, egy fekete-fehér mozdony húz. Így sem rossz, tehát így is megvan a maga méltósága. De visszatérve a tervezésre, hogy hogyan indult, hát ugye egy ekkora munkát kapni a 30 évesen, amikor még nem sok munka volt mögöttem, hát mit mondjak, 3 év vagy 4 év egyetem után, tehát kisebb munkái voltak, ugyanúgy álltam hozzá, mint az összes máshoz, variációk. Megvan az összes skice, amit A4-es lapokra firkáltam, nem dobtam el, és meg van dátumozva azért, hogy tehát annyira intenzíven kellett ezzel haladni, annyira gyorsan kellett tervezni, ugye, mert rövid az idő, megmondták a határidőket, minden pontosan, hogy ne ismételje magát az ember. Egyébként az oktatásban is azt szoktam mondani, elében raknak 30 darab rajzot. A4-esre, firkálna nyert. Na mondom, most legyen szíves, rakja sorrendbe az elsőtől az utolsóig. Nem tudják megcsinálni. Mondom, írja rá a dátumot, mert máskülönben a logikáját nem tudom megállapítani, nem tudom elmondani, hogy honnan indult, hova jutott, nem lehet látni a fejlődést, így nem lehet fejleszteni. Ez nem gondolkodási módszer. Na, akkor még nem voltam tanár, de azt tudtam, hogy ez fontos. És hihetetlen érdekes, valami 40 lapot rajzoltam meg, és az 5. lapon ott volt a végleges. De arra rá kellett jönni, hogy én már azt túlléptem, tehát vissza kellett tudni lépni, és akkor azt írtam rá, hogy ez. Na most ez egy olyan, hogy egy 10 másodpercet skic, mert az ember az egész, borzasztó nehéz túl sok paramétert egyszerre fejbe tartani, és nem megy a tervezés másképp, csak akkor, ha mindennek tudom a tökéletes funkcióját, elkezdem ragozni, olyan, mint a sakkozás, és az Istennek nem tudok nyerni. Vesztek, mert ezt is kifelejtettem, azt is kifelejtettem, és amikor az egész hirtelen összeáll, arra mondom, hogy rendben van. Tehát mikor minden idea együtt van. Óriási kérdés, és a mai napig nincs rá igazán evidens, és mondjuk úgy, hogy nemzetközileg elfogadott, vagy elfogadható válasz, hogy a formatervezős művészete vagy nem. A designer nem művészet, sokan mondják, nyugaton is, vagy fejlett ipari országokban is. De érdekes módon ők a dizájnt nagyon sok mindenre használják, tehát a divatra is, ott, ahol kőkeményen művészetről van szó, ott is használják, de csak azt akarom kifejezni, hogy véleményem szerint igenis művészet.
Művészeti stúdiumok nélkül ezt a szakmát nem lehet gyakorolni. Tehát, ha valaki nem tud tökéletesen rajzolni, nincs meg a megfelelő kiművelt plasztikai készsége, nincs strukturális gondolkodása, nincsenek kiművelt emocionális kvalitásai, mint az összes többi művészeti ágban, ha ezek hiányoznak, akkor megszületik a terv, megszületik a termék, de semmi köze a művészethez. Azt szoktam mondani, hogy egy mérnök bármilyen konstrukciót létrehoz, annak mindenképpen van alaki megjelenése. De tervezett benne az emocionális része, vagy nem tervezett? Sznobokat szolgál ki, divatot szolgál ki, magyarul sablonos, vagy nem sablonos. Nem tudom, hogy Kant vagy Hegel mondta, hogy az esztétikai minőség mértékegysége az idő. Akkor, amikor bármi olyat terveztem, aminek várhatóan hosszú ideig fönt kellett maradnia, előre kellett tudni tekinteni. Bármilyen nevetségesnek tűnik, nem is tűnik nevetségesnek, szó se lehet róla. Mert hiszen említettem, hogy tervező nincs jövőkép nélkül. Nincs alkotásfilozófiai kvalitások nélkül. Na most az alkotásfilozófiának rendkívül fontos része az, hogy időtálló vagy nem. Semmi értelme olyat csinálni, hát az a divat kategóriája, de a divat is olyan, hogy ha valami nagyon divatos, de borzasztó eszes, okos, és nagyon sok praktikumot használ, az örökérvényű lesz.